Leginkább azért pályakezdők azok, akik eljöttek hozzánk, de azért vannak olyanok is, akik már több éve, úgymond szakmai tapasztalatot gyűjtögetnek, hát ők pedig nézegetnek jobb lehetőségek iránt. Nagyon fiatal és lelkes új pályakezdő fiatalokat keresünk, akik a bank területén szeretnének, bankiparág területén szeretnének elhelyezkedni, és ezért keresünk olyan embereket, akik ebben látják a fantáziát, és szeretnének a bankszektorban dolgozni. Legtöbben gyakornoki pozíció iránt érdeklődnek, ugye a szakmai utánpótlás programunk az, ami úgymond ebből a szempontból egy érdekes lehetőség nekik, de van olyan, aki azért már úgymond egy szeniorabb tapasztalattal jön, ő pedig azért már egy komolyabb karrierben egy jobb lehetőségre vágyik nálunk. Gyakornoknak a felvétel és kiválasztása semmiben nem különbözik egy normál munkavállalónak a felvétele és kiválasztásához. Az elvárt képesítések, tapasztalatok az, ami talán egy kicsit lejjebb van, hiszen elfogadunk még be nem fejezett, és sőt várunk olyanokat, akik a vége felé tartanak a főiskolának, egyetemnek, már az iskolai leterheltségüket tudják minimalizálni, emellett tudnak nyitni már a munkaerőpiac felé. Természetesen érnek minket nap mint nap meglepetések, és amit így elárulhatok, hogy ezek az önéletrajzok külön nagy öröm nekünk megnézni, hiszen olyan gyöngyszemeket is találunk bennük, amiből mi is így jól ki tudunk indulni. Alapvetően nincs formai követelmény, hogyha benne van az a releváns szakmai tapasztalat, amivel a jelentkezők ténylegesen rendelkeznek, hogyha benne vannak az iskolai végzettségek, és nem utolsó sorban egy elhelyezkedés, hogy hova szeretnének, melyik kerületbe, az nekünk külön segítség a kiválasztást tekintve. Én 2011-ben jelentkeztem a bankhoz, valamikor szeptember környékén, sulinak hála, ott tanácsolták, hogy úgyis le kell töltenünk majd egy gyakornoki időt, és nézzünk nyugodtan helyeket, és emiatt jelentkeztem a Raiffeisen bankhoz. Egy hónappal később szóltak vissza, hogy indul ez a program, a szakmai utánpótlás program, és ennek keretében kerültem a bankhoz, és kerültem kiválasztásra. A szakmai utánpótlás program szerintem sok mindent el lehetne róla mondani, de leginkább ami fontos, hogy tényleg olyan pályakezdőket keresünk, akikkel el tudunk indulni úgymond így a karrierjükben. Javarészt úgymond, hogy tényleg ez a fél év az arról szól, hogy őket tanítjuk, fejlesztjük, és igazából már így gyakorlat és elméleti tapasztalatot is tudnak szerezni. Az interneten állást keresgéltem, és a Raiffeisen karrier oldalán találtam egy jelentkezési lehetőséget, és elküldtem a önéletrajzomat. Felhívtak, és két interjú után gyakorlatilag felvettek. Az új belépők, amikor belépnek, akkor szegmensenként vagy feladatkörönként más és más oktatásokkal, oktatási rendszerrel találkoznak, ez változó, ez egy pár héttől kezdve egészen 6-7 hetes kurzusokig terjed. Lakossági referensként, prémium referensenként pedig még egyéb, illetve céges referensként még egyéb olyan plusz speciális képzéseken vesznek részt, amelyekkel a tudásokat bővítik. A gyakornok ugye ez már rögtön ezt a befektetést egy pozitív új tudásként éli meg, megtanul egy nagyvállalati környezetben dolgozni, megtanulja, milyen a társosztályokkal a kommunikáció, milyen az osztályon belül kommunikáció, milyen az életrendje egy nagy vállalatnak. Ez pillanatokon belül felszedik, egy-két hónapon belül megérkeznek arra a szintre, hogy gyakorlatilag teljes értékű munkát tudnak végezni. Úgymond a mi befektetésünk a vetés után az aratás, az a maradék 4-5 hónap, ami hátra van a gyakornok idejéből. Mindenképpen azt tanácsolom, hogy próbálják ki magukat, hogyha elég sok nehézségen ment keresztül most a pénzügyi szektor, de alapvetően még mindig jó itt dolgozni, illetve abszolút kihívásokkal teli, mint minden egyéb multicég, így amennyiben éreznek erre bármilyen késztetést, akkor próbálják ki magukat és jelentkezzenek bármilyen pozícióra. Van karrierprogram, személyes példákkal is tudnék élni. Gyakornokom annak idején fiókból, most már mai nap fiókvezetőként működik. Regnál, az egyik nagy fiókunkban, illetve bankon belül annak idején volt referensben egészen vezérigazgató helyettesi avanzsáltak kollégák, úgyhogy abszolút működik, vannak lehetőségek, és nyitottak is vagyunk erre, illetve támogatjuk azokat a fiatalokat, akik szeretnének tovább lépni és előre lépni, mind vertikális, mind pedig horizontális karrierutakat biztosítunk a bankon belül.